Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakkmagazin 2016. szeptemberi adásában. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, állandó szakértünk, műsorvezető társam, Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. És mindenkit üdvözlök. Minden adásunkban beszoktunk számolni a megye és az ország legfontosabb sakk eseményeiről. Először is megyebeli esemény. Augusztus 27-én Tiszavasváriban a megyénk egyik NB2-es csapata, a Tiszavasvári Ese egy nagy nemzetközi snell versenyt rendezett. 8. alkalommal rendezte meg a Tiszavasvári Sportegyesület a Nagyidai Kálmán emlékversenyt, néhai csapatvezetőjük Nagyidai Kálmánnak az emlékére. Számtalan versenyző jött az ország minden tájáról, és jöttek versenyzők még Romániából, sőt még orosz mester is érkezett a versenyre. A versenyen óriási meglepetés született, 9 fordulóban 7,5 ponttal veretlenül győzött a debreceni mesterjelölt Hegedűs György, és megelőzve ezzel számtalan nagynevű ellenfelét. Második helyre futott be Mester Gyula Fidemester, akitről már nem egyszer tudósítottunk a nyírségi tornáról. Harmadik helyre holt versenyben futott be, harmadik-negyedik helyre a román Samu Mihály Szorin, és holt versenyes társa negyedik helyen végzett Buholc értékeléssel, Kispál nemzetközi mester. Ezek után holt verseny alakult ki az 5-10. Helyen, fidemesterek közé és egyéb erős sakkozók közé a 7.-8. helyen végeztek a legjobb megyei sakkozók. A tiszavasvári kitűnősége Mizik Zsolt végzett a 7. helyen. Bikaerős fiatal sakkozó holt versenyes társa volt, közvetlenül őt követve 8. helyen végzett egy örökifjú sakkozó, Szilágyi Sándor, aki a 73. életévét már betöltve bizonyította, hogy tudása és sakk iránti lelkesedése egyáltalán nem kopott meg. Egy nagy világversenyre is sor került 2016. augusztusában. A napokban ért véget ez a világverseny, ahol Péter, mint a Magyar Sakkszövetség Ifjúsági Bizottságának elnöke, delegációvezetőként vett részt, és be tud nekünk számolni, hogy milyen szép helyezések, sőt milyen fényes siker született Prágában az Ifjúsági Európa Bajnokságon. Hát igen, tehát fantasztikus nagy verseny kerekedett. Ez a korcsoportos Európa-bajnokság, ahol 1309 versenyző indult, ez abszolút rekord. A tavalyi évben ugye Porrésben volt ez az Európa-bajnokság, és ott 838 résztvevő indult csak, tehát valami hihetetlen nagy létszámú mezőnyök jöttek össze. Ugye ezen a versenyen azt kell tudni, hogy ugye 8 éves korosztálytól indulnak 2 évenként, és 18 éves korosztályjal záródik ez az a korcsoportos Európa-bajnokság. Ugye így összesen 12 korcsoportban osztanak ugye érmeket. Igazából nem is annyira Prága vonzó városa volt itt tehát a játékosoknak és a különböző ugye országoknak vonzó, hanem egész egyszerűen a világbajnokság most olyan helyeken van, ami nehezen megközelíthető, és igazából nagyon-nagyon drágán lehet oda eljutni. Ugye az egyik az Hantimanszészben van, ugye Szibériában, és több magyar játékosnak se volt kedve, vagy szíve ugye elmenni oda, meg hát gyakorlatilag Prágába az Európa-bajnokságra a fele annyiból ki lehetett jutni. Tehát ezért is ez a hatalmas létszám, ami én úgy gondolom, hogy vissza fog állni 1000-1200 főre. A másik világbajnokság pedig ugye a kicsiknek, a 8-10-12 éveseknek pedig ugye Batumiban lesz, ugye Grúziában, az pedig október közepén. Ettől függetlenül, tehát ugye nem kell elvenni itt Prága városától és a Cseh Sakkszövetségtől a szervezés jogát, és hogy ilyen hatalmas létszámú mezőny gyűlt össze. Ugye volt olyan mezőny, talán a legnépesebb az a 12 éves fiúk mezőnye volt, ahol 157-en indultak. Tehát 9 fordulóba eldönteni
a bajnoki címeket, hát ez elég nehéz. Tehát nem elegendő ez a 9 fordulós verseny, tehát ezt valószínűleg fel kéne emelni 11-re, mint a világbajnokságot, de tehát most egyelőre ugye ez így volt kiírva, majd az Európai Sakkszövetség vezetői gondolkozhatnak ezen, hogy mennyire elegendő vagy nem elegendő ez a 9 forduló. A magyar válogatott egy elég népes delegációval érkezett Prágába, ugye 30 játékos képviselte hazánkat, ugye a 12 korcsoportban, és még emellett egy 13-4 szülő is volt, aki ugye elkísérte gyermekét, szülőedző. A legnagyobb sikert, ugye én azt mondom, hogy megismételve tavalyi ugye eredményét, ugye Gál Zsóka ért el, aki ugye Európa-bajnok lett, tavaly pedig a 8 évesek között a világbajnokságon második helyezett lett, tehát úgy gondolom, hogy ez a mezőny is, meg az a mezőny is nagyon erős volt. Ami talán ennek az Európa-bajnoki címnek az értékét növeli, hogy 9 évesen érte el ezt a bravúros teljesítményt a 10 évesek között. Tehát az első 20 játékosban 2 vagy 3 olyan játékos volt, aki ugye fiatalabb volt a korcsoportjában, tehát 9 vagy akár még fiatalabb, hogy még nem töltötte be a 9 évet. Tehát Zsóka jövőre már ezen ellenfelek nagy részében nem találkozik a 10 évesek között. Hát igen, ők már mennek fel a 11-12 éves korcsoportba, ott fognak játszani, tehát hogyha ezt nézzük, akkor Zsókának tehát a jövő év lett volna az igazi éve, de már most ezt megelőzte, és ugye fiatalon megnyerte ezt az Európa-bajnokságot. Ugye a másik, ami nagyon fontos, hogy egymás után 2 évben nagyon-nagyon ritka, hogy valaki érmet tudjon szerezni világversenyen. Tehát ez is Zsóka kiváló sakkozói erejét mutatja, hogy gyakorlatilag egymás utáni 2 évben, ugye most kicsiként is tudott teljesíteni, és gyakorlatilag a holt versenyben, de megnyerte a versenyt. Egy picit ugye az élet ilyenkor, mindig azt szoktam mondani, hogy ha valahol elvesz, akkor visszaad. Ugye tavaly évben szintén ugye az utolsó fordulóba tudott nyerni, idén is, ugye akivel holt versenyben nyerte, azzal a nagy létszámú mezőny miatt nem tudott játszani. Viszont tavaly a Buholc nem nekünk kedvezett, most nekünk kedvezett. Tehát 2 pontos Buholccal indultunk a forduló előtt, és egy 1,5 pont előnye vezetett egy szlovák lány Zsóka előtt, és hihetetlen jó partiban azt mondom, hogy 9-10 évesek partiában egy szenzációs játszmában múlta felül ellenfelét, ahol mattal zárta a partit, és ugye ott már azért kellett csak izgulnunk, hogy az ellenfele, akivel játszott Zsóka, hogy azok minél több pontot szerezzenek, mert ugye azoknak növeli a Buholc pontszámot. A Buholc pontszámot, és akikkel játszott Zsóka, tehát ez a javított Buholc a leggyengébb eredményét kivették, és így egy fél Buholc ponttal, tehát ezzel a holt versenyt eldöntő számítása sikerült megelőzni ezt az oroszlányt, és végül is 3. lett, akit megvert a szlovák kislány. Értékszám szerinti rangsorban hányadik volt Zsóka? Második volt Zsóka. Második. Hát akkor felülmúltam tulajdonképpen. 1792 az élője. Itt azért azt tudni kell, hogy ezeken az Európa-bajnokságon az élő, az idézőjelben egy tájékoztató jellegű dolog, meg a sorszámot ezek alapján adja a gép, de azért itt nagyon sokat számít az év, és ugye különböző nemzeteknél az orosz, örmény, azeri itt nemzeteknél ott azért sokkal kevesebb élővel is, sokkal jóval erősebben játszanak, mint maga az élő pontszámuk. Egész egyszerűen ott olyanok a versenyek, hogy nem tudnak úgy feliratkozni, mint mondjuk Nyugat-Európában, vagy akár nálunk. Tehát ezért az élője alapján második volt, az orosz kislánynak volt a
az első, a legmagasabb élője, és harmadik volt a szlovák kislány, tehát végül is elosztották egymás között az érmeket, de azért szerencsé a legfényesebb hozzánk került. Jó versenyzői adottságokkal rendelkezik Zsóka? Pszichés és fizikális tulajdonságai milyen pályafutásnak predesztinálják? Hát én most azt látom, meg azt érzem, már nem csak most, már egy-két éve, hogy hihetetlen jó pszichés adottságai vannak Zsókának, ami annyiban is nyilvánul, hogy ahol voltam én csapatvezető világversenyen, az utolsó fordulókat mindig megnyerte. Tehát már ebből is adódik az, hogy ott sokszor pszichés, és nem csak az számít, hogy ki hogy játszik. Az utolsó fordulók az már a tét, nyomás, ki hogy bírja a stressz helyzetet, tehát ott már nagyon sokszor az dönt, hogy ki az, aki egyszerűen fejben jobb. Meg fizikailag, ugye, nagyon fontos a fizikai állóképesség. Ugye tavaly évben, Porecsben, ugye voltak olyan problémák Zsókánál, hogy egy picit elfáradt a parti végére, és ugye ezt próbálták ugye megoldani ezzel a fizikai felkészüléssel, ami annyira jól sikerült, hogy tavaly már ugye második lett a világbajnokságon. Idén meg egy szenzációs jó verseny után nagyon-nagyon jól bírta fizikailag is ezt a versenyt, és ezért tudta az utolsó három partiát is megnyerni. Ez is persze közel játszott hozzá. Zsinórban az utolsó három partit megnyerni, ez azt hiszem, hogy a legszebb dolog. Egy 9 fordulós versenyen ugye az íratlan szabályok szerint 6 forduló után az utolsó háromban kell megnyomni a pennát. Tehát, hogyha az utolsó hármat megnyeri, az óriási teljesítmény. Azok a legnehezebb partik. Azok a legnehezebbek is. Ugye gyakorlatilag, aki addig jól szerepelt és ott nem tud nyerni, akár egyet, kettőt vagy hármat, az gyakorlatilag teljesen hátra csúszik. Ez a nyílt versenyeknek sajátossága, hogy szinte az utolsó három forduló számít. Csak addig három döntetlent játszott Zsóka, tehát az utolsó háromat megnyerte, és veretlenül, ami ugye, melyen azt mondom megint, hogy hihetetlen teljesítmény, veretlenül nyerte ezt az Európa bajnokságot. Három döntetlen 6 nyeréssel. Hát igen. Mutatsz-e be nekünk partit? Hát mindenképp szeretnék bemutatni egy vagy két partit, attól függ, hogy fogja az időnk engedni. Én a legutolsó partiával kezdeném, ahol ugye világosan játszott a szlovák leányzó ellen, akit Nad Zamovának hívnak. Tehát világosan Gázsóka játszott, sötéte Nad Zamova. Ugye világosan nagyon érdekes partit fogunk látni, ami ugye egy nagyon pozíciós jellegű nyitásból alakul ki, de utána egy szép királyelleni támadást fog intézni ifjú Európa bajnokunk. Ugye Huszár F3-mal nyitott az első lépésben. Ez meglepetés, ugye mai világban ugye mindenki, majd régebben mindenki azt mondta, hogy gyerekek csak E4-et nyithassanak, ami igaz, de annyira felgyorsult és annyira olyan állások alakulnak ki már ebből a pozíciós, elviekben pozíciós megnyitásokból is, hogy sokszor különböző nyitásokban megyünk át, ami még taktikusabb, mint akár az E4-es változatok többsége. Tehát ez a Huszár F3, ez egy picit olyan lépés, hogy itt lehet C4-jel, D4-jel, akár E4-jel, G3-mal is játszani, tehát nagyon sokféle fajta állás típusba lehet a Huszár F3-ból átmenni. Fekete Huszár F6-tal folytatta. Még azt kell tudni, hogy Zsóka nagyon sokszor D4-et játszott ezen a versenyen. És ugye ez kicsit meglepetésnek szánták. De én úgy gondolom, hogy G3 után, egy picit erre is készültek, megérkezett G3, erre B5-öt lépett fekete. Ez viszonylag ritkább lépés, de ugye azonnal a vezérszárnyon egy pici ugye teret akar nyerni ezzel a lépéssel, és ugye a fehér folytatta fejlődés, futó G2 következett, amire futó B7, fekete is fejlődött, elsáncolt fehér, és E6 következett, amire D3
jött, és megérkezett C5. Amire pedig világosan E4-jel folytatta. Ugye a zsóka. Azt kell tudni, hogy ez egy idézelve egy királyindiai támadásba mentünk át, tehát hogyha fordítva néznénk az állást, az egy királyindiai védelem lenne, csak hogyha fejjel játsszuk, ugye azt támadásnak nevezzük. Sőt, azt is lehet mondani, hogy ugye ez egy ilyen zártabb szicíliai szerkezet is lehet, ahogy ugye C4, C5-öt lépnek, és ugye fekete B5-tel játszik, és a futót azonnal gyorsan fejleszti a szányra. Tehát ez átment. Én azt gondolom, hogy egy királyindiai támadásban egyértelműen, de ugye egy ilyen zártabb szicíliai szerkezetben is, ami igazából most egy szolidabb megnyitás választást eredményez, de Zsóka nagyon jól ismeri ezt a nyitást, és nagyon sok ilyen partia volt. Én itt úgy gondoltam, hogy egyértelműen a nyitás választás az nekünk kedvezett. D6-tal folytatta fekete, amire huszár BD2-vel lépett. Világos. A4 az egy érdekes lépés lett volna azonnal belekötni a vezérszányba, hát amit megtanult Zsóka, azt játszotta. Futó E7-tel fejlődött fekete, amire C3 következett. Így Zsóka elmondás alapján mindenképp jobb lett volna, hogyha A4-et lépünk, és ugye kicsit belekötünk abba a vezérszányba. Vezér B6 jött, és ugye itt vezér C2 már egy picit pontatlan lépés. Ugye itt több minden lehetőség lett volna, megint A4-et kellett volna lépni, és hogyha betol B4-re, akkor a C4 pontot kapja meg a huszár. Én úgy gondolom, hogy itt a vezér egy kicsit passzívabb helyre került, tehát nem olyan erőteljes, mint hogyha akár E2-re kerülne. Védi a D3 gyalogot. Én nem gondolnám amúgy, hogy ez nagy hiba lenne, inkább azt mondanám, hogy pontatlan lépés. Ez Zsóka szerint ez egy pici hiba, és inkább mindenképp A4-el kellett volna. Én hiszek ebben, mert egy olyan szerkezet, amit nem annyira ismert fekete, viszont jól játszott. Huszár C6-tal fejlődött fekete, ugye már ki is fejlődött, bástya E1 következett, amire elsáncolt fekete, és huszár F1-jel jött fehér, ugye megnyitja a futóátlót. Itt bástya AC8-szal folytatta fekete, és futó F4 következett, amire bástya FD8, ugye, és bástya AD1. Most, ha megnézzük az állást, ugye itt is A4-et lehetett volna lépni, ez a bástya AD1, ez megint egy, az az értelme, hogy ugye két bástya itt az a legideálisabb helyre került, kifejlődött, világos, sötét is, tehát itt már középjátékot játsszuk, és fehérnek legtöbbször az a terve, hogy H4, huszár H2, és megindul a király szárnyon, mivel ott van mind a négy könnyű tisztje, és ott szeretne támadni a fekete király ellen. Tehát ez ennek a királyné támadásnak az alapeszméje, hogy átadjuk egy picit idézőjelben ugye a centrumot, de a tisztjeimet átviszem a király szárnyra, és ott szeretném a támadás megindítani a fekete király ellen. H6, ez egy jó lépés volt, ugye H4 következett, amire D5 jött. Ugye csak minden volt, itt nagyon érdekes lépést tett Zsóka, ami idézőjelben rossz lépés, de kiment a C-vonalból a vezérrel, a vezér B1-et lépte, ugye amire jött D4, ugye, és nyitja a idézem most lehet, hogy zárja is, de ezzel mégiscsak nyitja a centrumot. Ugye ezt le kell ütni. Gyakorlatilag ennél jobb lépés nem nagyon van. C-üti D4. Leütötte a C-gyaloggal a D4 gyalogot. Huszárral visszaütött. Huszárüti D4. Huszárüti D4. Bástyaüti D4. És ugye itt a D3 gyalog egy kicsit visszamaradt. Úgyhogy itt futó E3 következett. Itt az lett volna, itt a huszár E3 az szívósabb és jobb lépés is lett volna. Azt kellett volna mindenképp játszani. Erre visszavitte a bástyát D7-re, amire huszár H2 következett. Ugye G4 pont felé vezér D8-al elkezdte a D-gyalogot támadni. Fekete, huszár F3, és huszár G4-re, pedig ugye még most nem adja oda a futót, futó F4 következett.
És itt azt kell tudni erről az állásról, hogy itt megérkezett G5 feketével, ami idézőjelben jónak tűnik, mert a futónak nem sok jó helye van, de ez a G5 már alapból meggyengíti a fekete királyállást, még hogyha ugye nem is tűnik, hogy most hogy fogom megtámadni ezt a fekete királyt, de ezzel gyengítést hoz létre. És a másik, ami előny volt Jokernak, hogy itt körülbelül 40 perce volt, az ellenfélnek pedig már csak 22 perce. Tehát vészesen fogyott sötétnek az ideje, és ugye a végén végül is ezt tudta kihasználni Zsóka. Ugye ezt egyértelműen, hát G5 helyett valószínűleg vezér B6 lett volna a legjobb lépés, ugye megint, de onnan indult az a vezér. Fekete folytatta a tervét ezzel a G5-tel, és a idézőben a D3 gyalognak a támadásával. H5-i G5, ugye természetesen leütjük ezt a gyalogot, visszaütött H-val, fekete H5-i G5, amire jött futó E3. Ez egy picit pontatlan, itt én is C1-re vittem volna, tehát ezt a futópárt meg kellett volna tartani. Az mindenki pontosabb lett volna, hogyha futó C1 következik. Ettől függetlenül ugye futó E3 érkezett, huszár üti E3, bástya üti E3, és C4-jel ugye azonnal a D3 gyalog támadását kezdte meg fekete. Ugye erre D4-jel túltolt, és itt most úgy tűnt, hogy ez a futó C5 egy nagyon jó lépés, ugye azonnal kihasználja a kötésben lévő D4 gyalogot, ugye nem lehet leütni a C5 futót, de valószínűleg a G4 az jobb lett volna és erősebb lett volna. Futó C5-re következett, ugye nem nagyon volt más lépés, ki kellett menni ebből a kötésből, vagy meg kellett védeni a D1 bástyát, bástya E1-ről ment, futó üti D4, és vezér C1-jel ugye mindjárt megérkezett az ellenjátéka fekete király ellen. Itt ebékben ugye a számítógépek most korábban ugye már ki tudjuk elemezni, de egy nagyon kellemetlen lépés, hogy mit lépjen itt fekete. Valószínűleg amúgy futó G7-et kellett volna választani, biztonságban visszavinni a futót, királyomat megvédem azzal a futóval, visszaadom a gyalogot, de ettől függetlenül ez egy teljesen normális, egészséges lépés lett volna a futó G7. F6 jött, ami most még mindig nem látszik, de ez már egy újabb gyengítés a fekete király környékén. Itt futó H3-at lépte Zsóka, ugye megtámadni az E6 gyalogot, és a királyt is. Ez talán itt a huszár D4-et kellett volna mindenképp lépni, a sokkal erősebb lépés lett volna. Itt egy picit kimaradt, de Zsóka támadott futó H3-mal. Végül is időzavarban ugye támadni kell az ellenfél figuráit. Király F7 következett, amire visszament futóval G2-re. Itt vezér C2 lehetett volna még érdekes lépés futó G2 helyett. Mi amikor néztük interneten élőben a játszmát, mi azt találtuk ki, hogy esetleg vezér C2 és E5 fenyegetéssel jönni. Vezér B6. Ugye időzavaros hiba, ez ugye megtámadta az F2 gyalogot futóval vezérrel, de így rákényszerítette a jó lépésre Zsókát, huszár üti D4 következett, bástya üti D4, bástya üti D4, vezér üti D4, és ugye ha megnézzük, ez az egy hiba gyakorlatilag a partiába került feketének, mert megérkezett bástya D1. Ugye azonnal a nyílt vonalra érkezett fehér bástya, és behatolt a fekete haderő be, ugye bástya D7-tel. Vezér B6-tal visszament, a vezér bástya D7 csak, és király E8-ra pedig bástya H7. Nagyon jó lépés, természetesen ugye el kell vinni a bástyát, nem lehetett vezérrel megvédeni, mert akkor bástya D8-al lecserélték volna a bástyánkat. Bástya D8-al ugye fekete elfoglalta a nyílt vonalat, ez nem volt olyan rossz lépés, és itt jött egy zseniális tervnek a kezdete, ugye, hogy lehetne ezt a fehér vezért játékba hozni. Ugye vezér C2-vel hozta, és ugye a terv az vezér E2 és H5. És ezt nem nagyon tudta, bástya D3-mal jött fekete,
És ugye itt most vezérel kettő azonnal nyert volna, sokkal jobb állást eredményezett volna, de Zsóka itt biztos, ami biztos, király H2-t lépett, ugye a kötésből kiment, a B6 vezér, ugye a G1 király között az F2 gyalog, fenyegetett bástyűti G3, de vezérel kettő, az egy szép változatban nyert volna. Itt van egy király D8, király C8-at kellett volna feketével lépni, itt egy nagyon nagyot hibázott fekete, és gyakorlatilag ennek is köszönhettük a partit, de ugye időzavarban már nem nagyon tudta a szlovák lány megtalálni a legjobb lépéseket. Király D8, C8 lett volna, és a bástyát visszahúzni, az még tartotta volna az állását. Király F8 jött, és ez ugye idézőjelben a matba megy bele, mert ugye megjött, ugye ez egy döntő hiba, vezérel kettő, ugye az alaptervünk megérkezett, és gyakorlatilag vezér H5, vezér F7, még az egyetlen lépés mindig király E8 lett volna, de már ott sokkal jobban áll természetesen fehér. Sokkal tempóval jön a világos vezér. Igen, vezér C6-tal próbálkozott fekete, amire vezér H5 következett, bástya D7, ugye így próbálta megvédekezni, de szenzációs vezér H6 jött, amire király E8, bástya H8 sakk, és király E7-re pedig vezér F8 mattal szaladhatott ki Zsóka versenyteremből, és gratulálhattunk. Akkor még nem lehetett tudni, hogy hanyadik lesz, tehát Holt versenyes első-második hely megvolt, de szerencsére ugye úgy alakultak az eredmények, az ellenfélnek az eredményei, hogy egy fél ponttal jobb lett a Buholcunk, és ezzel megnyerte Zsóka az Európa-bajnokságot. Ahogy elmondtad a királyindiai támadásról, hogy világos, hogy a királyszárnyon aktivizálódik, ott szőtámadó terveket, és akkor sötétnek, hogy a vezérszárnyon kell ellencsapást intézni, ehhez képest sötét stratégiai hibát követett el, mert direktben ott aktivizálódott, ami világosnak a támadási célpontja, kinyitotta a királyállását, és ezek után ugye Zsóka taktikusan lecsapott a pozíciós hibára. Igen. Tehát mindenképpen ennek a partinak az volt az ereje, hogy ez a G5 gyengítés ki tudta Zsóka használni, még hogyha ugye a gép azt is írja, hogy egyenlő vagy fekete jobban állt egyértelműen, egész egyszerűen a király gyengeségét ezzel a mattal kihasználva nagyon jól játszott ifjú reménységünk. Hát, így legyen, és még jobban játszon a következő világversenyeken. Igen. Köszönjük a nagymesternek az elemzést, a parti bemutatását. Időközben elszaladt az idő, a műsoridőnk végéhez értünk. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!